Megszépült a Bereki főtér. A turisztikai park a téli bejárat előtt teljesen megújult. Új sétáló rész került kialakításra, és egy szökőkút is emeli a turisztikai attrakciót az idei nyártól. A pályázattal megtörtént a parkolók megújítása és egy rendezvénytér kialakítása. A hozzá kapcsolódó környezet park sétáló rész is megújul, és a tér közepén egy szökőkút is van. Ez egy topos pályázatnak a vége, ami ennek a területnek a megújítása, parkoló és rendezvénytér, ahogy működni fog. És a leglátványosabb része az nyilván az, amit mögöttem, mellettem van és látható. A növények is most már szépen kezdenek keszeledni, ezeket most itt a tavaszi időszakban tudtuk csak elültetni. Egy szökőkút is van, amit remélem azt is láthatják, mert most már időnként működik. Hogyha megjönnek a vendégek, akkor pedig szinte folyamatosan fog működni. Óránként meghatározott időszakban, tehát ez automatikusan vezérli, automatikus vezérléssel kapcsol ki be. Ez a leglátványosabb része, de nagyon fontosnak tartottuk a zöld felület megújítását is. Azt is, hogy a parkolót úgy alakítsuk ki, hogy ott mozgássérültek jól tudják használni, ne legyenek szintkülönbségek, ne legyen patka. Ez két szempontból is fontos volt, egyszer a mozgássérültek miatt, illetve hogyha rendezvénytérként használjuk, nem parkolóként, akkor pedig a egyébként parkoló rész és park rész között ott se legyen olyan szintkülönbség, hogyha nagyobb tömeg van, nem látja valaki, sötét van, stb. Akkor ne legyen egy olyan akadály, amiben el lehet esni. Tehát ezek a szintek, ezek is fontosak voltak. Kialakítottak áramvételi lehetőségeket a rendezvénytéren árusoknak, és egy későbbi elektromos autótöltőállomásnak is a felállás padját elkészítették. De vannak olyan kialakítások még, hogyha rendezvényként használjuk, akkor vannak olyan felállások, hogyha árusok vannak, vagy esetleg valami sütés, főzés, akkor áramvétel lehetőség, vízvétel lehetőség, ezek meghatározott pontokon ki vannak alakítva. Illetve ki lett még alakítva egy elektromos autó töltő kialakításának a lehetősége. Most azt kicsit nehezen mondtam, tehát maga a töltőhely még nincsen, de a felállások megvannak, hogyha majd elérünk oda, hogy pályázunk, vagy esetleg önerőből meg tudjuk csinálni, akkor már ne kelljen felbontani részeket hozzá, tehát a felállás megvan hozzá. Berekfürdőben nem vezetnek be az országosnál szigorúbb előírásokat, mert a falu vezetője szerint az itt lakók betartják az előírásokat. Maszk, távolság a boltoknál, a gyógyszertáraknál és a közterületeken is. Az országostól eltérő szigorítást nem alkalmaztunk, most sem alkalmazunk. Azt tapasztalom, hogy a helyiek nagyon jól tartják ezeket az országosokat. A legfontosabbakat látom, hogy a maszkot azt használják, sokan tartják azokat, hogy boltba egyszerre nem mennek be, sokan inkább kint várakoznak, vagy a gyógyszertárnál, vagy bármilyen helyen, hivatalba is, inkább a telefonos ügyintézés, bár néha jönnek személyesen is, de akkor is ezeket jól tartják. Készfertőtlenítéseknek a hivatalba is van kitéve készfertőtlenítő, ki is van írva nagybetűkkel, hogy mielőtt bejön valaki, használja, és ezeket tartják, csinálják. Ettől szigorúbbat nem láttunk értelmét bevezetni. Ahol tömegek találkozhatnak, az eddig nem működött nálunk. Az leginkább legkritikusabb ilyen szempontból a fürdő, az zárva volt, a kocsmák, a másik hely, azok is zárva voltak. Tehát szinte csak a bolt. Azt tapasztalom, hogy az utcán is ismerősök tisztes távolságból beszélgetnek, tehát legalább a másfél-két méter tartják. Úgyhogy amíg ez így működik, az emberek megtartják önmaguktól, addig nem látjuk értelmét további szigorításnak. Mivel a fürdő még zárva van, így a csoportosulás sincs sem ott, sem a közterületeken.